Én a ELTE IIG-n informatik igazgatóságán dolgozom rendszergazdaként, meglehetősen régóta. Van piaci tapasztalatom innen, onnan, amonnan, de az időm igen jelentős, és mondjuk úgy, hogy a munkában töltött éveim jelentős részét azt a ELTE IIG körében töltöttem, először mint user supportos, aztán mint rendszergazda. Számomra az ELTE egy olyan konglomerátum, ami nagyon sok rendkívül erős gerincsel rendelkező, és a józan ész és a pénzügyi szükségek előtt meghajolni nem akaró önálló szervezeti egységből áll. Először is vannak a karok. A karok azok önállóak. Sokkal jobb úgy tekinteni az ELTE-re, mint a karoknak egy laza konfederációjára, ahol minden kar azt csinál, amit akar, mert ehhez neki joga van. És azok a dolgok, amelyek több kar együttműködését, ne adj Isten, keserű kompromisszumára volna szükség, azok a mi egyetemünkön rendkívül lassan valósulnak meg. Az egyetemünk öreg. Itten azt hiszem, hogy tavaly volt 375, vagy idén volt 375 éves. Ez a egyetemi életkor, ez már valószínűsíti, hogy az egyetem jelenlegi felépítése egy rendkívül stabil evolúciós pont, ahonnan nagyon nehéz lesz kimozdítani, amely fix pontot a elmúlt nem egy rendszer, nem egy finanszírozási körülménye alakította ki. Tehát, hogy az egyetemünk másképp működjön, ahhoz alapvetően a teljes, mondjuk úgy, hogy környezeti feltételeknek alapvetően másképp kéne kinéznie. Tehát ezt fogadjuk el. Az egyetemünk azok független egységek laza szervezete. Ezen belül vagyunk mi a gazdasági és műszaki főigazgatóságnak az egyik igazgatóság, az informatikai igazgatóság. Ez azt jelenti számomra, hogy nincsen az IIG-nek olyan lehetősége, hogy megmondja, hogy melyik kar mit csináljon. Hát mindegyik számunkra, mindegyik kar az szinte olyan, mint a piacon egy ügyfél, hogy keresni kell azt a megoldást, hogy ő akarjon a központi informatikával együtt dolgozni. Hát ellentétben egy nagy cégnél, ahol van egy központi informatika, és azt mondják, hogy így történjen, ott úgy történik. Nekünk a karok és egyéb intézetek igazából ügyfelek, amely ügyfeleknek ki kell elégíteni a informatikai igényeit, és vagy használnak minket, vagy nem használnak minket. Természetesen a gazdasági főigazgatóságnak a belső informatikája az kötelezően ránk van hárítva, de az nem olyan sok, a egész egyetemen belül az, tudom én, egy 300 felhasználót jelent a mondjuk 4000 oktatói és 30000 diák felhasználóhoz képest. Ez egy ilyen közvetlen piaci jellegű környezetet ad számunkra, hogyha csinálunk valamit, ami rossz, akkor nem fogják használni. Amely felhasználóink vannak, azok a felhasználóink azért vannak, mert mi jobban csináljuk, mint amit az a felhasználó másod el tud érni. Majd még később lesz szól a szó, hogy kik a legnagyobb konkurenciánk ebből a szempontból, de tényleg úgy lehet elképzelni az IIG működését, mint hogyha egy bármennyire is szűk piacról néhány kar és néhány intézet jellegű piacról próbál meg minél több szolgáltatást nyújtani. Mit csináljuk a telefóniát? Mondjuk a telefóniát tekintetében megkerülhetetlenek vagyunk, mert ez egy drága dolog, minden egyes hívás pénzbe kerül, emiatt erős központi szabályozás van. De az IP hálózatot, mit csináljuk az IP hálózatot? Úgy igen, van 12 000 aktív végpontunk, mit tudom, ilyen 300 darab gigabites
végpontunk, ebbe a szerverek nem számolnak bele, tehát ez munkaállomás, gigabites végpont. Gyakorlatilag mindenütt 100 megabites, van egy olyan 130 telephely az országban, ezeket foglaljuk össze IP-hálózattal. Ez nem azt jelenti, hogy valamelyik tanszéknek, hogyha éppen eszébe jut, akkor ne kössön a valamelyik nagy magyar szolgáltatóval egy ADSL-t, mert hirtelen olyanja van. Tehát ilyenek vannak az egyetemünkön, hogy valamelyik tanszék elégedetlen a mi szolgáltatásunkkal, és akkor köt magának egy másikat. Ez előbb-utóbb pénzügyi okokból kiderül, és ezt azért nem szokta finanszírozni az egyetem, ebből néha vannak apró problémák. De hogy akarom mondani, hogy nincsen monopól helyzetünk, amivel olyan nagyon vissza tudnánk élni. A tanulmányi rendszernél csak a vasat és az oprendszert rakjuk mi. A tanulmányi rendszerünk üzemeltetése egy külső cég kezében van. Ennek leginkább az az oka, hogy Magyarországon nagyon kicsi a tanulmányi rendszerek piaca, egész pontosan két szereplős, és ez a két szereplő, ez nem sikerült még a egészséges piaci verseny miatti szolgáltatás megfelelő javulását elérnie. Szóval ezt valaki csinálja. Mi a vasat adjuk hozzá, hogyha nem tudnak jelentkezni a tárgyfelvételi időszakban a hallgatók, mert túlterhelt a rendszer, akkor a mi rendszerünk terheltek túl. Az az SQL query, ami indokolatlanul sok erőforrást használ, az viszont nem a miénk. A Ludens és társai csak és kizárólag azért került ide a sorban, mert annak én vagyok a rendszergazdája, és muszáj, hogy ide belekerüljön. Ez egy régi rendszer, most decemberben lesz 20 éves a Ludens és társai rendszer. Csomó első tudunk mondani. Mi voltunk az elsők, akik diákoknak adtunk e-mail és shell hozzáférési lehetőséget. Mi voltunk az elsők Magyarországon, akik szabadon választott user ID-t bocsájtottak rendelkezésre a KR127 jellegű user ID helyett. Hát van néhány elsődlegessége, de ez elég rég volt. Van egy szuperszámítás technika szolgáltatásunk. Ez már vérbeli egyetemi jellegű szolgáltatás, ilyen már egy nagy banknak nagyon ritkán van. És végül, és nem utolsó sorban, van egy elég komplex szerver környezetünk, amely képes kiszolgálni az egyetem összes informatikai szerver jellegű igényét. Így terveztük, hogy erre képes legyen. Ülnek itt a teremben, akik ennek a tervezésében részt vettek még valamikor annó. Nem összekeverendő egy másik Cézár nevű szolgáltatásunkkal, ami 96-ig működött, vagy 2000-ig talán. Ez egy újabb Cézár. Hogyha a tisztelt, tudom én, klasszika filológia professzor úr szeretne egy munkaállomást, akkor installálja magának. Hogyha ez nem megy neki, akkor nem lesz munkaállomása. Általában jelenleg ez a helyzet most az egyetemen. Ez a helyzet nem jó, sőt kifejezetten rossz, de ez mondjuk úgy, hogy nincsen rá emberünk és pénzünk. Általában egy olyan 30 munkaállomásra lehetne egy rendszergazdát, tehát egy ilyen PC támogatót számolni. Van 10 000 végpontunk, ezt el lehetne osztani 30-al, ennyi ember kellene. Ennyi ember az egyetemen a informatikára nincsen. Hogyha még olyan tipikusan vagy működik, vagy nem jelleggel számoljuk, akkor is mondjuk 150 munkaállomást tudna egy rendszergazda elvinni, most ennyi sincsen. Tehát a munkaállomások akkor működnek, hogyha a professzor úr fiának van egy olyan osztálytársa, aki be tudja állítani azt a szívességből. A Cézár hardveréről egy picit bővebben. Van egy midrange storage-unk. Ez a midrange storage, ez egy klasszikus midrange storage, ami jelent
rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy az ember bekapcsolja, és ezek után rendkívül sokáig megbízhatóan megy, és nem áll le, és nem ad hibákat, és nem lassú. Egy ilyen mid-range storage az mondjuk 60 millió forint. Ugyanezt a mid-range storage-ot Linuxból ki lehetne hozni, mind teljesítményre, mind pedig megbízhatóságra, abban az esetben, hogyha egy kellőképpen hozzáértő rendszergazda folyamatosan reszeli. Főállásban, lelkesedéssel, minden hiba esetén újult kernelkereséssel, és akkor megoldható lenne mondjuk 2 millió forintból ez a tárteljesítmény és ez a sebesség. Az, hogy mi ezt választottuk, illetve hogy a bankok és egyéb nagyobb szervezetek szintén központi storage-ot választanak, általában mid-range storage-ot bizonyos méret fölött, azzal azt jelentettük ki, hogy évi 15 milliónál drágább egy kellő lelkesedésű és képzettségű és hozzáértésű rendszergazda folyamatos lelkesedésű tartása. Ezért van nekünk ilyen storage-unk. Rendkívül mód hiányzik nekem a Linuxból néhány stabilitási funkció, ami nem teszi lehetővé, hogy központi storage-nak használjuk. Többször megpróbáltam. Van két telephelyünk, a Cézár és környezete az egyik telephelyt foglalja el, ez 11 nód. Nódonként van két CPU, CPU-nként 6 mag és 48 GB memória. Ezek jó vastagon szépen megtöltött nódok, drágák is voltak, rendes neves cég által regbe gyártott direkt szervernek készült szerverek. Ez a legolcsóbb egyébként, hogyha a fajlagos teljesítményt nézzük. Amikor szervereket veszünk, akkor bekérünk néhány árat, a velünk már régóta dolgozó kereskedők már megtörtek, és hogyha kérek 400 árat, akkor közölnek nekem 400 árat. Mindegyikhez kiszámoljuk a vélt teljesítményt, és akkor kapunk egy teljesítmény árarányt, és kijön valahol egy fajlagosan legolcsóbb. Rendkívül nagy nódok voltak a fajlagosan legolcsóbbak. Hát kisebb nódból nagyobb pénzért lehetett volna ugyanezt a teljesítményt kiharcolni, mint ami ebben van. Sok minden tartozik, az FC portnak az ára, a Ethernet portnak az ára, tehát a switchben is, a regben a hely, a fogyasztás, sok minden tartozik hozzá. Általános felhasználásra a CPU erejét az a spec.org-on közölt specint rate-ben számoltuk, de ez csak ilyen technikai megjegyzés volt. Amikor elkezdtük a Cézár & Company-t, akkor azok független gépeken voltak. Aztán a könnyebb kezelhetőség miatt Xen Hypervisor-ra került az egész rendszer. Majd a Xen Hypervisor-nál nagyon hiányzott nekünk néhány funkcionalitás, olyan funkcionalitás, mint például az egyik nód elesik, akkor a másikon automatikusan induljanak el. Vagy az a funkcionalitás, hogy én át tudjam mozgatni az egyik virtuális gépet a másikra, és az a funkcionalitás, és rendkívül mód hiányzott, hogy ha elszúrom a scriptet vagy a parancsot, akkor ne induljon el a virtuális gép két nódon egyszerre. Leginkább ez a funkcionalitás hiányzott rettenetesen. Lefejlesztettük. Hát ezzel semmi gond nincsen, ez egyetem, hogyha egy évvel később indul el a szolgáltatás, azt még valahogy túléli. És fejlesztettünk egy CLVM, valamilyen cluster köztes réteggel, egy lokkolási mechanizmussal, egy indító script rendszerrel, lefejlesztettük szem fölött a clustert. Lefejleszteni sikerült, dokumentálni már nem, és mondjuk egy kernel hiba miatti patch megjelenésének a terítése a rendszeren az ilyen megoldhatatlan feladatokat jelentett, mert egy csomó procedúrát újra kellett volna kezdeni. Így aztán feladtuk a Xen alapú megoldás keresését. Azóta bejött a
KVM. A KVM-mel megint ugyanazok a problémáink vannak, hogy nincsen fölötte cluster, leginkább a közös storage terület és a storage területhez közvetlenül szükséges lokkolási mechanizmus az, ami hiányzik. Mindenre van megfelelő részrendszer, hogy az egész hiányzik. Emiatt egy olyan hypervisort választottunk, ami sok pénzbe kerül, cserébe ezeket tudja. És végeredményben egy hypervisortól kevesebb tudást követelünk meg, mint egy operációs rendszertől, kevesebb funkcionalitást, és egyelőre még úgy néz ki, hogy ez a kevesebb funkcionalitást tudja, hogy tudja, tehát nem annyira bosszantó. Magán a virtuális gépeken Debian GNU Linux van. Azért van rajta Debian, mert ez volt a szokás, és most, hogyha telepítünk egy rendszert, akkor a Debian gyorsan telepítjük, a többit kevésbé gyorsan telepítjük, tehát emiatt Debian van nálunk. Semmiféle kutatást nem előzte meg a Debian választását, hogy mi lenne a jó. A Debiant a cég még akkor választotta a operációs rendszernek, amikor az apt-get funkcionalitás még csak Debianon volt, és aki egyszer használta már az apt-getet, utána nem hajlandó, csak nagyon nehezen hajlandó olyan jellegű rendszerek üzemeltetésére, ahol ez nincs. Van egy elég bonyolult környezetünk, amit itt fölépítettünk. A környezet az teljes. Ha valamelyik részét kihagyjuk, akkor bizonyos funkciókat nem fog tudni. Nem LDAP-ból ellenőrzik a jelszavakat, hanem Kerberosból. Igen? 5 percem van. Nagyon szószátyán vagyok. Kiemelném azt, hogy van egy saját fejlesztési menedzsment hátterünk, ami ezt a sok-sok komponens között a korrelációt biztosítani hivatott. Az LDAP önmagában nem jelenti azt, hogy nincsen benne ellentmondás. Van nekünk egy SQL adatbázisunk és rengeteg scriptünk, amelyek a különböző részrendszereket, részadatbázisokat ebből legenerálják. Hát mondhatjuk azt, hogy LDAP-ban tárolunk mindent, de ez nem igaz. Gyorsan lépek. Alapvetően úgy tervezték ezt az egészet, hogy még nódok berakásával lehessen a teljesítményt bővíteni, és ne igényeljen a teljesítmény növekedése plusz rendszergazdai feladatot. Úgy vettük észre, hogy egy 300 fős szervernek a 300 felhasználó szerverhez egy teljes rendszergazda kell. Egy mondjuk 1000 felhasználó szerverhez nem kell 3 rendszergazda, hanem csak mondjuk másfél. Egy 10.000 felhasználó szerverhez is csak 2 rendszergazda kell, vagy mondjuk 2,5, és ott tartunk, hogy egy 50.000 felhasználós szerverhez vagyunk mondjuk 4-en. Ha teljes állásra számoljuk, akkor mondjuk 3 rendszergazda üzemelteti a szerverparkot. Nagyon drága nálunk a rendszergazda, nem azért, mert a bérkeretén olyan sok pénz van, hanem azért, mert a bérkeretén olyan nagyon kevés pénz van, és emiatt a hozzáértő rendszergazda az rendkívül ritka. Tehát így lesz a rendszergazda. Mindegy, másod kipótoljuk, tehát jó minőségű hardvert veszünk, jó minőségű oprendszereket választunk, és ettől nem dől össze az egész. Úgy dolgozom rendszergazdaként, hogy gyakorlatilag nincsen a felhasználókkal kapcsolatom. Van egy user supportos rész, amit operátoroknak hívunk, én nem találkozom felhasználóval. Tehát a hiba is az operátorhoz fut be, ezt egyébként nem lehetne 50.000 usernél másképp viselni. Itt vannak a jelenlegi számaink, az, hogy most milyen felhasználóink vannak. És itt vannak a mondjuk olyan jellegű tervezett számaink, amit jelentős bővítés és abszolút átkonfigurálás nélkül a rendszer még bír. Ez az 50.000 felhasználó, ez a teljes ELTE lélekszámát diákostól elviseli. Azért csináltunk ekkorát, mert mi az egyetem központi informatikája vagyunk, és szeretnénk azt, hogy a
mi vigyük az egyetem informatikáját, azért szeretnénk, mert nekünk ez a feladatunk, és jobban viszik az egyetem informatikáját, mint például a biológusok, akik kutassanak a saját szakterületekön, ahelyett, hogy mondjuk Debian-t is találnának. Elég sok tanszéki fájlszervert sikerült már kiváltanunk a CESAR-ral, ezeket bemigrálásnak hívjuk a saját zsargonunkban. A bemigrálási projektek folyamatosan vannak, általában úgy, hogy megzakkan a tanszéki szerver, akkor szólunk, hogy ez megzakkant, ők szólnak, hogy megzakkant, elindul a migrációs folyamat, megáll ott, ahol nekik dolgozni kéne rajta, eltelik egy év, akkor összeborul a tanszéki szerverük, akkor azonnal sürgős lesz, hogy migráljuk be. Ez általában akkor megcsináljuk, és onnantól sokkal boldogabbak, mert gyors, stabil és elérhető szolgáltatás van. Határozottan a legnagyobb konkurenciánk a Google, mert elkezdik a Google-nak a szolgáltatásait használni, amivel amíg össze nem zuhan, addig jó, csak össze ne zuhanjon. Van egy szuperszámítás technikai kapacitásunk, ez két rekszekrény ebben a pillanatban. A műszaki csemegék iránt érdeklődők számára van ez itten tételesen felsorol, hogy hogyan csináljuk. Egész jó lett a rendszer. Ez olyan, ez is itt egy ilyen... Ez az. Itt is egy versenyben vagyunk a tanszékek saját üzemeltetési szerverével kapcsolatban, hogyha sok erőt, támogatást ölünk bele a HPC-be, akkor hozzánk jönnek, hogyha elhanyagoljuk, akkor építik a sajátjukat. Emiatt nekem az a véleményem, hogy a mi HPC szolgáltatásunk az kifejezetten jónak számít országos viszonylatban, mert mi versenyhelyzetben vagyunk, míg a HPC-k általában nem szoktak versenyhelyzetben lenni, tehát nagyon kivételes az, hogy egy HPC versenyhelyzetben legyen. Van olyan, aminek a migrációjában nem hiszek, mert csinálják maguk. És hogyha az elmúlt 10 évben jól csinálták, vagy legalábbis működően csinálták, akkor most is működően fogják csinálni. Ez a CSE, mint Computer Science, de a névvel ellentétben ők a matematikusok, és a INF, ami a informatika kar, ami igazából Computer Science, és szóval ezek elég nagyok, ők csinálják maguknak. Jó. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm a lehetőséget a helyzet bemutatására.